Közöttünk meg a főbohóc. Megfenyegettek, hogy nem szólhatok hozzá. Azt mondják, hogy ha mikrofon látok, akkor ilyen fóbiám van, hogy... Igen, ilyen szófosással van, bocsánat. Az orvosi. A múltban már nyilatkoztam az egyik tévében, és elég keményen fogalmaztam, hogy ha kell, fegyverrel is megvédem jogaimat. Hideget, meleget. Sokan fölhívtak telefonomat, ugye már nyilvános a telefonom, milyen, én nem félek senkitől. Mondtam is, hogy ott csak a feleségemtől. Tehát voltak, akik megfenyegettek, hogy meg fognak ölni. Mondtam nekik, hogy magammal viszek egyet biztos. De nem félek, és nem fogok meghátrálni